A napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre került sor. A katolikus nevelés oktatásban végzett kiemelkedő szolgálatáért Borsosné Herceg Judit, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgató helyettese a Szent Gellér díj ezüst fokozata elismerésben részesült, amelyet a közelmúltban vett át dr. Ternyák Csaba érsektől. A Nagykun Bajtársi Egyesület megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Rab János nyugalmazott őrnagy, az egyesület elnöke, honvédelmi miniszter elismerő oklevelet kapott, amelyet az egyesület 2022. július 29-i ünnepségén az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6 kiegészítő tobol központjainak vezetőitől vehetett át. Ebben az évben dr. Karsai Lajos rendőr alezredes kapitányságvezető az év rendőre elismerésben részesült. Az elismerést a kapitányság vezetője 2022. szeptember 26-án vette át Szolnokon a Szigligeti Színházban megrendezett Prima Gálán. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester gratulált az elismerésekhez. Nyugdíjba vonulása alkalmából Szepesi Tibor polgármester köszöntötte Pardi Sándort, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatóját. Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere 2022. október 12-én a Nemzeti Kulturális Intézményben Karcagváros önkormányzata nevében Karcagváros önkormányzata a közösség támogató önkormányzat díjat vehette át. A köszöntéseket követően Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást a két testületi ülés közötti időszakban történt legfontosabb eseményekről. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, melynek első pontja a helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet tervezetre tett javaslat. Szepesi Tibor polgármester három javaslattal élt. Az egyik a Pro Urbe díjjal járó pénzjutalom emelése, továbbá a Karcagváros közszolgálatáért díj odaítélésének megállapításához a Szociális és Egészségügyi Bizottságon kívül javasolta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának a véleményezését, illetve a Pénzügyi Bizottságnak is az egyetértését a díjjal kapcsolatban. Harmadik javaslat pedig, hogy a polgármesteri dicséret mellé járjon egy egyösszegű nettó 30 000 forintos jutalom is. Mindhárom módosítás egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pont a polgármesteri hivatal alapító okiratának a módosításáról szóló javaslat volt, amelyet szintén egyhangulag elfogadott a testület. A 3-tól 7-ig terjedő napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretén belül zajlott. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan november 24-én csütörtökön tartja, amely ezúttal közmeghallgatással egybekötött ülés lesz.